Rágógyult a Kiberma stúdiója. Endre vendégül látta Csitit, valamint egy izgalmas házi speedrunners versenysorozatra is kihívták a Petőfi TV műsorvezetőit, riportereit, szerkesztőit. Indul a média e-tabella. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág a 3D nyomtatás, hiszen a felhasználási területei, idő és pénzcsökkentő megoldásai már napjainkban is hihetetlenek. A Grante ZRT látott vendégül minket, ahol a 3D nyomtatás alapjaitól kezdve saját kétoldalú nyomtatási eljárásaikat is bemutatták. Az e-sport egyre népszerűbb, így a tehetséges versenyzők felkutatása és a szimulátorsport fejlesztése, valamint a fiatal célközönség megszólítása érdekében kétoldalú együttműködési megállapodást kötött a HUMDA Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség ZRT és a Magyar E-sport Szövetség a HUNESZ. A magyar e-sportolóknak szurkolhatunk az olimpiához közvetlenül kapcsolódó eseményen, az Olympic Virtual Series döntőjében, ugyanis Blazsán Patrik bejutott a világ legjobb pilótáit felvonultató mezőnybe. Az olimpiai finálét 2021. június 23-án rendezték meg, valamint az is kiderült, hogy kiülhetett a Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság harmadik szezonjának Rainbow Six trónjára. Alapvetően a megalakulásunk óta híradástechnikai termékek gyártásával foglalkozunk. Ez a halandó embernek egyébként nem olyan nagyon sok mindent mond, de a világon gyakorlatilag nincsen ország, ahova ne exportálnánk. A 3D nyomtatás az igazából úgy jött, hogy alapvetően tényleg az elmúlt 20-25 évben csak híradástechnikával, tehát csak telekommunikációs eszközöknek a fejlesztésével foglalkoztunk, és az ingadozásokat látva éreztük azt, hogy az egylábon állás az nagyon kiszolgáltatottá tesz minket. Viszont nem is szerettünk volna egy ilyen sima bérgyártás felé elmenni, hiszen van egy komoly fejlesztői csapatunk, illetve az igény arra, hogy tényleg valami olyat csináljunk, ami jó a világban, vagy amiret hasznosnak érzünk. 3D nyomtató a világon, szinte mindegy, hogy milyen technológiáról beszélünk, alapvetően egy irányba nyomtat, normál esetben alulról felfelé. A Bartos Márton nevezetű feltalálónak a szabadalma pedig arról szól, hogy nem egy irányból, hanem két irányból építjük fel ezeket a tárgyakat. Ez tényleg sehol nem létezik még semmilyen más módon a világban. Ez nekünk is nagyon megtetszett, úgy éreztük, hogy ebben tényleg van hozzáadott érték, amivel érdemes foglalkozni, és hát nagyon nagy kihívás is volt, mert azért alapvetően előtte a 3D nyomtatásban nem volt olyan nagyon sok tapasztalatunk. Itt van néhány példa az általános felhasználási területeire a 3D nyomtatásnak, illetve a különböző technológiákra, képességeikre egy-két ilyen nagyjából jól szemléltető nyomtatás. Én szeretném elkezdeni az FDM-mel, tehát a szállóolvasztásos nyomtatás technológiával, ez a legelterjedtebb, illetve ez birtokolja gyakorlatilag a hobbi piacot is. Egy műanyagszálnak a megolvasztásán alapszik, amit egy fúvókán kinyomunk. Gyakorlatilag a legközelebbi analógia az mondjuk a fogkrémes tubus lenne, ahogy elkezdjük szépen húzni a papíron a fogkrémet, és akkor megvárjuk, kicsit megszárad, aztán még egy réteget rárakunk, és egy fogkrémből építjük magunknak a várat. Na, az elv az nagyjából ugyanez. Itt van például a telefontartó, aminek az a mókája, hogy ő egy darabból lett a nyomtatás során kialakítva, és ő egy működő szerkezet. Ha van egy telefonom, belerakom, és megfogta alapvetően normálisan. Ő egy darabban készült, nagyon jól demonstrálja a lehetőségeit a 3D nyomtatásnak többek között, de ennél nyilván komplexebb dolgot is lehet gyártani. Ilyen például a végtagprotézisek, ez például egy otthoni körülmények között nyomtatott műkéz, aminek az a lényege, hogy csukló döntésre szorító mozgást tud végezni, tehát egy olcsóbb alternatíva az orvosi protézisekre. Ez lenyűgöző. Reméltem, hogy ennyire tetszésed. Nem egy új történet, az első 3D nyomtatott dolgot ilyen 80-as évek közepén, 87 környékén nyomtatták ki. Ennek ellenére ez folyamatosan fejlődik. Nagyon sok szabadalom mentén, nagyon sok különböző technológia az, ami párhuzamosan most így jellemzi a piacot. Egy példát mondok, a fémnyomtatáson belül jelenleg 57 ismert technológia van. Jelenleg ott tartunk, hogy a gyártás során kezdik el egyre inkább használni a 3D nyomtatókat. Mire gondolok itt? Tehát jellemzően eddig ugye a prototípus gyártásra használták, kb. 50% az összes kinyomtatott dolognak az prototípus volt. Most ez egyre inkább megy át abba, hogy kész vagy végtermékeket gyártanak.
mik lehetnek ezek. Tehát például mondjuk egy fémnyomtatónál múltkor olvastam, hogy például a BMW cégcsoport jelenleg olyan 300 000 fémnyomtatott alkatrészt használ már a most is futógépeiben. Repülőgépiparban a Boeingnek 80 000 fémnyomtatott alkatrésze van a különböző motorjaiban vagy gépeiben. Tehát most is így körülöttünk van, csak nem látjuk. Ha értem, hogy működik? Hozz egy csirkét és megmutatom. A másik szintén nagyon elterjedt technológia, ami otthon is megjelenik, és mivel mi is foglalkozunk még, azok a fotopolimer alapú, tehát gyanta alapú technológiák. Erre van például néhány példánk itt. Szintén ezek inkább hasznosabb eszközöknek a gyártására, tehát nem feltétlenül szénpészeti, hanem inkább műszaki tárgyaknak a nyomtatására használják. A technológia alapvető úgy működik, hogy van egy kádunk, ami meg van töltve ezzel a fotopolimerrel, amit különböző módokon levilágítunk. Legyen ez lézerre, vagy akár egy UV lámpával, és erre reagálva az anyag megkeményedik. A fogászatban is alkalmazzák a gyantás nyomtatás technológiákat. Ennek a felületi minősége nagyságrendekkel jobb, mint amit szállóolvasztással el lehet érni. Ez egy általunk tervezett korona. A gyantás nyomtatás technológiára fogok beszélni egy kicsit, mert azzal kezdtünk először mi is, és abból van egy működő gépünk. Mint az látszik egy klasszikusan nyomtatott modellnél, hogy nagyon sok támaszanyag kell ahhoz, ez egyébként így készül a nyomtatás, nagyon sok támaszanyag kell ahhoz, hogy stabilan meg legyen tartva, és szépen ki tudjon alakulni a test. Ezzel szemben egy ilyen kétirányú nyomtatásnál egy olyan testet, amit alapból be kellene forgatni, hogy fel tudjuk építeni, itt most éppen a nagyon látványos Crocs papucs, normál esetben valahogy így történne nagyon sok támaszanyaggal. Azzal, hogy középről tudjuk elkezdeni, és mind a két irányba egyszerre tudunk kiépíteni, meg tudjuk kerülni azt, hogy bármiféle támaszanyagra legyen szükség, a középső megtartást leszámítva. Ez egyébként lehet hasznos olyan tárgyaknál is, amit normál esetben nem nagyon lehetne elhelyezni egy ilyen gyártástérben, hogy azok a geometriák rajta, amire szükség van, furatok, vájatok, egyebek, aminek a pontossága létszükséglet, azokat úgy tudjuk kialakítani, hogy szépek is legyenek. Valamint ugye el lehet helyezni benne olyan formákat is, amiket normál esetben nem is tudnánk megtámaszolni. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ezt értelmesen, ezt a rácsos tartó szerkezetet, ezt valahogy fel tudtuk volna úgy támaszolni, ezt utólag nem barbár módon le lehessen szedni róla. Jóságos tervezőm, megáll a processzorom. Képek gyártsák a képeket. A másik nagy előnye a kétirányú gyártás technológiának ugye a sebességből adódóan a különböző nagyobb méretű tárgyaknak a nyomtatása. Itt van például nekünk ez a szép evező, amit alapvetően normálisan kinyomtatva nagyon sok támaszanyag kellett volna neki, és nem is lett volna ilyen szép minőségű. Őt meg tudtuk fogni középen, és úgy kinyomtatni. És látszik egyébként, hogy normál esetben ez egy nagyon hosszú nyomtatás lenne már a méretéből adódóan, így gyakorlatilag lefelesszük ezt az időt, és még így is egyébként finom hangolással és a gépnek a jó beállításával tudunk nyerni sebességet. Mert alapvetően a legtöbb nyomtató az kis nyomtatási területtel rendelkezik. Ez egy olyan 6-7 óra közötti idő volt, mire ez kijött így nyomtatásilag. Ez a test, ő szállóolvasztásos technológiával készült, ami már különbözik egyébként az előzőkben bemutatott fotopolimerből készült nyomtatásoktól. Ez az általunk most fejlesztés alatt álló ilyen szállóolvasztásos nyomtatón készült, amit még sajnos nem tudunk bemutatni, mert még nagyon kezdeti fázisában van a fejlesztésnek, de már működő modellprototípusokat így tudunk mutatni. Úgy gondolták, hogy a nyomtatásban elért eredményeink, illetve maga az anyagvizsgálattal kapcsolatos tudásunk az hasznára lehet a pályázatnak. Ugye ez leginkább a nyomtatott termékeknek a minősítésében, illetve mi segítségnyújtás a gép kialakításban csúcsosodhat ki. Ugye a számunkra pedig ugye azért nagyon fontosak az ipari kapcsolatok, hiszen mi az ipar számára képzünk hallgatókat. Ugye az első és legfontosabb, azt el kell mondani, hogy mi ugye polimerekkel foglalkozunk, a polimereknek az anyagszerkezetével, illetve gyártás technológiájával. Ugye a polimerek feldolgozás technológiájának a döntő része azért fröccsöntési technológiát jelent, úgyhogy itt az asztalon is leginkább ez irányú példákat fogunk látni, illetve láthatunk. És ugye a fröccsöntést, hogyha nagyon leszeretném butítani, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az alapanyagot megolvasztjuk, és utána egy zárt szerszámban
van egy formába juttatva, rögzítjük az alakot és hozzuk létre a geometriát, ez nagyon termelékeny. Viszont a mi esetünk, ami kifejezetten erre fókuszál, a kis szériás gyártás, tehát amikor néhány darabot kell létrehozni, és akkor ezeknél, ugye ezeknek a technológiai folyamatoknak az optimalizálására születtek prototípus betétek, és ezek nagyon jól mutatják tulajdonképpen azt, amit itt az elődeim is, vagy a megelőző kollégák is elmondtak, hogy ugye ezeket az eljárásokat olyan helyen tudjuk igazából alkalmazni, ahol ugye hagyományos eljárással macerás lenne a forma kialakítása, ilyen például ezeknek a formaüregeknek a kialakítása. Ezek olyan támaszanyagok, amik vízoldhatók, tehát a kimosását követően ugye a furat az teljes mértékben átjárható, és akkor ebben például hűtőközeg vagy egyéb dologot lehet kerengetni. Ugye arról is volt szó, hogy a nyomtatásnak a nagy előnye, hogy olyan futurisztikus formákat, alakokat létre tudunk hozni, ami hagyományos eljárással nagyon macerás, és ami nagyon fontos, hogy ez igazából a tömegcsökkentést szolgálja. Nézd! És akkor ezen kívül van még ugye az orvostechnikai vonal, amiben volt szerencsénk részt venni egy olyan kutatásfejlesztési folyamatban, amely során egy egyedi személyre szabható implantátum előállításának a technológiai folyamatát térképeztük föl. Ugye itt a kezemben egy csípőprotézisnek a prototípusa látható, ugye van maga a szár, maga a golyó része, ami ugye a mozgást biztosítja, van egy betétünk, ami ugye a súrlódást, illetve a mozgásszabadságot adja, illetve egy rögzítő elem, ami rögzítésre szolgál. És itt ugye nagy feladat volt ugye az egyedi tervezési konstrukciónak a kialakítása, létrehozása, és ugye ami még nagyon fontos itt az orvostechnikai ipar területén, főleg az implantátumok tekintetében, hogy ugye a beépített implantátumnak a csont szerkezetével egyező szilárdsági tulajdonságúnak kell lennie, mert ellenkező esetben a csont felszívódik. Tehát, hogyha nem használjuk azt a csontrészt, akkor a szervezet ezt elbontja, és akkor ez okozhat például az implantátumoknak a kilazulását. Ugye a grant részéről ugye elhangzott az, hogy ugye mi abban tudjuk őket segíteni, hogy ezeket az anyagjellemzőket meghatározzuk. Anyagjellemzők ismeretében ajánlásokat tudunk megfogalmazni a gyártás technológiára vonatkozóan annak az optimalizálása érdekében. Csiti, köszöntelek téged elsőként itt az új stúdióban. Téged ért a megtiszteltetés, hogy a riporterek közül először jöhettél el ide. Ugye maga a helyiség az ugyanaz, ahol mi már rengeteget forgattunk az elmúlt három év során, rengeteg játéktesztet csináltunk, de Meguntad az egyik falat. Meguntam az egyik falat, átalakítottunk itt mindent. Hogy tetszik, ugye első benyomásod milyen? Figyelj, egy az egyben olyan életérzésem van, mint hogyha valamelyik körúti ilyen gamer klubba vittél volna el, ami szerintem egy egészen pozitív visszajelzés, úgyhogy szerintem menőség. Na és így fogjuk tesztelni mostantól fogva a játékokat, meg ilyenek, és ki is találtam valamit, annyira elégedett vagyok azzal, amit itt létrehoztunk, annyira tetszik, úgyhogy arra gondoltam és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy mi lenne, hogyha másokat is meghívnánk ide, nem csak téged meg a Dúrét, akik ugye folyamatosan eljöttetek hozzám, hanem megbeszélnénk azt, hogy kihívjuk a Petőfi TV-nek a riporterét, műsorvezetőit egy ilyen közös játékra, egy ilyen elnyújtott, ilyen kis összecsapás sorozatra, amiben kipróbáljuk, hogy esetleg olyanok is, akik ugye nem annyira gyakorlottak, mint mi mondjuk a videójátékokban. Ez tök jó ötlet, csak azt nem értem, hogy miért velem kezdtél. Nekem egy jó barátom szokta mindig azt mondani, hogy ha nyerni akarsz, akkor válasz. Tudni kell, jól ellenfelet választom. És ehhez képest elhozom magad az ide első körbe. Igen. És utána szomorúan fogsz játszani a többiek. De nem félreértesz, azért épp szoktam téged elsőnek, hogy együtt mutassuk be azt, hogy milyen játékra gondoltam. Így már sokkal megtisztelőbb. Arról nem is beszélve, hogy szerintem a mai még ne számítson bele, tehát most mutassuk be a nézőknek, hogy legyen bármi is az eredmény. Bármi is az eredmény, ne számítson bele. Amúgy egyébként nevetni fogsz, de pont azt mondtam az adás előtt, amikor kicsit gyakoroltam, hogy majd ugyanígy fog járni a FIFA-ba. Egyre rosszabb az Edre, órákon keresztül gyakorolt, mielőtt ideértem. Szóval ugyanígy fogok járni, mint a FIFA-ban, hogy képernyőn kívül ugye mindig, jó, nem mindig szoktam nyerni ellened, de amikor felvételem, akkor szinte soha. Remegő kézzel nehéz. Bár ez megváltozott egyébként, ha emlékszel, amikor a FIFA 21-et teszteltük, akkor megváltozott. És arra gondoltam, hogy ha már itt vagyunk ebben az új díszletben, akkor milyen egy kicsit feldobnánk a dolgokat. És itt van nekünk a Speedrunners nevű játék, szerintem kezdjünk is el vele játszani, meg szeretném neked mutatni. És van ezzel kapcsolatban egy ilyen kis tervem. Úgyhogy nézzük meg.
Gyere be először is, hogy négyen lehet egyszerre játszani, és itt válasz magadnak a runner menüpont alatt, hogy te milyen karakterre szeretnél játszani, és akkor válasz magadnak egy valamilyen, ő lesz a te karaktered, majd mindjárt meglátod, hogy ez a játék ez pontosan hogyan is zajlódik, és én pedig egy cicával szeretnék lenni, mert ugye nekem van a valóságban is, és egy fekete cicával lesz. Jó, akkor legyen kutyamacska párharc. Jó, rendben, oké, és akkor ready. Menj rá, hogy ready. És már megy is a visszaszámlálás. Na, ahogy a játéknak a címe is mutatja, gyakorlatilag futnunk kell egyfolytában egymás elől, és a játéknak az a lényege, és itt közben válaszunk egy pályát, szerintem válaszunk ezt az új pályát, és akkor együnk se ismeri, és akkor az a tiszta. Oké. A játéknak az a lényege, hogy ahogy mi, itt most az elején még ne indulj el, hogy megmutassam, hogy hogyan is kell játszani, az a lényeg, hogy ha itt most én lehagylak téged annyira, hogy a képernyőnek a bal oldal elérne téged, akkor kiesnél, és három győzelem megy a játék, három életed van. Ami nagyon fontos, hogy az X-el tudsz ugrani, illetve van dupla ugrás is, tehát ha még egyszer megnyomod a levegőbe, akkor még egyet ugrik. A négyzettel egy ilyen kis kötelet tudsz kilőni, amivel lehet így lengedezni. Pókemberben. A háromszöggel be tudsz csúszni, hogyha esetleg olyan akadály jön a szembe, ami jobb, hogyha becsúszol, és akkor a fejedet nem vered bele. Illetve pedig, hogyha fölveszel valamilyen tárgyat, ez az ilyen különböző kék, ilyen, gyere, menjünk tovább egy kicsit, most még így ne harcunk egymás ellen. Ott vannak fönn tárgyak, ha azokat felveszed, akkor pedig a körrel tudod őket kitenni. Igen, most kitettél lárat, és ha belemegyek, akkor ugye akadályozol engem, és akkor lehet, hogy akkor jól megszívom. Illetve a lényeg még az, hogyha belemegyünk ezekbe a kis feltöltő ilyen energia mezőkbe, akkor ha megnyomod a hátsó, jobb hátsó ravaszt, akkor pedig egy szuper gyorsan kezd el futni a karaktered, látod, ilyen szuper gyorsan mész, és akkor jó van. Úgyhogy ez a lényeg, és gyakorlatilag három életig megy a játék, úgyhogy akkor sok sikert kívánok. Na, hajra. Neked akkor hadd menjen. És amit el akartam neked mondani, mi lenne akkor, hogyha miután mi ezt a játékot most kipróbáltuk, én meghívnám a többi Petőfi tévés műsorvezetőt, riportert, a Dóriékat, a Flóráékat, stb., akiket már láthatottuk ugye az adásban többször is, és csinálnánk egy ilyen kis összecsapás sorozatot. Nem tudom, emlékszel, hogy annak idején a Top Gear autós műsorban volt az a fantasztikus ötlet, hogy ugye volt egy ilyen versenypályájuk, amin az összes sztár, aki meg volt hívva a műsorba, az ment rajta, és akkor mindenkinek fejtek az eredményét, és gyakorlatilag ilyen éveken keresztül ugye volt az, hogy ki milyen időt ment azon a pályán. Na, hasonlóan képzelem én hát, szervusz, örültem. Egy ide. Nem tudok felugrani két falon, hát ezt nem hiszem el, szép. Szóval mi a véleményed erről, hogy esetleg összehoznánk ilyen jó kis párokat, nyilván úgy egyensúlyozni a nehézséget, hogy olyanok ne kerüljenek össze, akik még soha életükben nem játszottak semmivel. Én mindenképpen szeretnék a Kovács Dóri ellen játszani. Ő úgyis olyan jól tudott táncolni is. Igen. Meg hát ő híres arról, hogy a LEGO játékoknak ugye a szakértője. Tényleg? Abban is jó? Igen. Abban jó igazán. Hát ezt nem hiszem el. Ó, jaj. Mi fog történni? És magam, és beleszaladok én is. Hát ezt nem hiszem el. Jaj, ne is, le van zárva! Beakadta. Ugyanezt csináltam én is, ha megnyugta. Nem nyugtat meg, egyáltalán nem nyugtat meg. Az nyugtatta meg, ha az ennek írva, hogy 2-0. Az megnyugtatna egy kicsit. Amúgy egyébként a játék attól függetlenül, hogy viszonylag egyszerű, tehát olyan szempontból egyszerű, hogy... Jaj, ne! Szívesen. Most Csitinek szerencséje volt, hogy a különböző tárgyak... Csitinek mindig szerencséje van. Különösen a FIFA-ban, ezt megtapasztaltam. Szóval a lényeg az, hogy a különböző tárgyakat felveszünk, ugye ez teljesen véletlenszerű, hogy miket fogunk ki. Ugye van, amikor ilyen ládákat tudunk letenni, ugye a másik, hogyha beleszalad, akkor jött megakad egy pillanatra. De van olyan is, hát ezt nem hiszem el. De van olyan is, hogy egy rakétát, egy ilyen célra tartós rakétát lehet gyakorlatilag kifogni, és akkor ugye, hogyha az beleszáll a másik. És ugyanott szívtad meg Olén az előző körben. Gyerünk! Nagyon kell az a 2-0! Ennyi, Andrew, jó ez. Gyorsan! Úgyhogy a lényeg az, hogy olyan szempontból szerencsefaktor is van a játékban, hogyha a Csiti, akinek mindig szerencséje van, kifog egy olyan tárgyat, amivel ugye éppen vissza tud engem húzni magához, vagy egy cirátartós rakétát, amivel jól megszivat, akkor... Ez most mi volt? Felgyorsultam, és 2! Ott integettek a fekete cica. Na, kicsit öt évek ilyen beemolt lassú ez a kutya. Egyébként ezek csak skinek, tehát valószínűleg tartom, hogy mindenki ugyanilyen... Nem igaz? Igen, meg skinek. Jó. gyerünk! Ott van! De miért futok bele? Hát mert letettem eléd. Hopp! És nézd meg, szívat.
Nézd meg! Az a baj, hogy nem tudlak annyira lefutni, hogy legyen értelme. De ne mi? Mi? Nem hiszem el te, azt hittem. Nem tapadt meg a falon, ezt láttátok? Ott van a Petőfis kutya! Nem tapadt meg a falon, én is ezzel. De mi van? Mi van? Miért maradtam ott le? Nem akarsz elmenni valami fifás kommentátornak? Az jó lenne neked. Azt mondod. Nem tudom, hogy ez gúny volt, vagy dicséret. Hát ez... Gyerünk! Hát ez... Ott van! Kicsi 2-2! Visszajött a kutya. Jó van, edd meg a pipádat. Nézd, most adok egy kis előnyt is. Fene, egye meg. A macska rúgja meg. Nem adtál semmilyen előnyt. Hazudozol. Jajjaj. Hoppá, miért jöttél vissza? Hát erőket van futnod. Hopp! Ez mi volt megint? Miért volt megint? 3-2! Ugyanitt haltam meg kétszer. Igen, így van. Tehát már tudhattad volna, mit kell csinálni, hogy sikerüljön. Istenem. 2-0, 3-2. Kamu hab. Ott van Kafu, 100%. Bal, jobb, bal. Ott van Kafu, 100%. 21. 21%. Jaj, hallod. Na mindegy, de ez nem számít bele, látod? Én mondtam, hogy nem számít bele, és nem csak azért mondtam, mert féltem, hogy nem nyerek, hanem amúgy is. Fel is oldottunk egy új pályát, szóval mi a véleményed? Szerinted ez egy jó játék lesz arra, hogy egy kicsit... Hát arra, hogy kiad a vágyaidat és mindenkit megverjél arra... De félreérted, én nem az lesz a játékok a lényege, hogy én most mindenkit nekiok magamhoz, aztán utána örülök, hogy nyertem. Hogyan menj haza Endrétől szomorúan című blokkunkat láthatjátok? Igen. Minden csütörtökön az M2-t. Tényleg ez így hozza az embereket, nem? Hogy... Igen. Ma Kitfer meg Endre azt videlnezve. Nem, erről szó nincsen, be fogjuk osztani a játékosokat. Természetesen próbálunk majd úgy játszani, hogy mindenki egy olyan emberrel csapjon össze, aki esetleg hasonló szinten van. Úgy kéne, hogy valaki, aki kicsit gyengébb tudással rendelkezik, az mondjuk PlayStation 5-ös joystickkal játszik, és te mondjuk a 4-es. Igen. Úgyhogy indul a Speedrunners bajnokság, szeretettel akkor meghívok mindenkit, majd szépen beosztjuk a csapatokat, még te is fogsz biztosan ezt jönni. Ezt akartam kérdezni, hogy én akkor most így raktározom és el magamnak, hogy idén már nem fogok játszani ez a játékkal. Ne, hát ennyi volt, már te kiestél a bajnokságban. Miről beszélünk? Nem, majd kitaláljuk, hogy hogy legyen, hogy te kivel játszol, stb. Minden esetre én Kovács Durit most kihívom egy játékot. Az ingyen gondoltam, nem, én akartam. A táncbajnokat. Dorikám, ki vagy hívva egy játékra? Így van. Virtual Olympic Series-t, pontosabban az Olympic Virtual Series-t áprilisban jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Egy igazán hideg zuhanyként érintett minket is. Lehetett korábban haladni, itt szakmai berken belül mi, nekünk volt olyan információnk, hogy nagyon nagy bejelentés előtt áll a projekt, de nem gondoltuk azt, hogy az olimpiáról van szó, legfőképpen azt nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan bekerül a programba. Egészen elképesztő volt, kellett egy jó pár nap, mire feldolgoztuk mi is itt szakmabeliek, a versenyzőkkel nem is beszélve. Ugye Blazsán Patrikról beszélünk, akik benne vannak a szimulátorozásban hazai szinten, de úgy gondolom, hogy az egyre többen ismerik meg az ő nevét. Ugye Patrik az, aki az olimpiai döntővel bekerült, a kvalifikációba egy szenzációs 5. helyezést ért el az EMEA régióban. Igazániból mi nekünk a legfontosabb célunk az volt, hogy a HUNESZ tapasztalataira alapozva egy olyan újfajta együttműködést, mondhatom így, indítsunk el a mai nappal, amelyben az e-sportot, mint egyfajta üzenőközeget és az automotorsportnak egy szurkolói bázisát is kitágító, vagy az érdeklődőket minél nagyobb számban bevonzó lehetőséget teremtsünk. Azt gondolom, hogy a hagyományos sportvilághoz való közeledés az mindig is egy kitűzött, egy folyamat
fontos kitűzött célja volt a Hunesnek, amivel közelebb tudjuk hozni azokat a hozzánk hasonlóan gondolkodó sport és sportversenyekbe, sporteseményekbe, sportszabályzatokba gondolkodó közönséget. Ilyen szempontból az autó és motorsport az adta magát, hiszen egy olyan közege az e-sportolóknak, akik egyébként ehhez a világhoz kapcsolódnak, ami egy ilyen közös metszete tud lenni a hagyományos sport és az e-sport világának. Híres a játék a grafikájáról, az élvezhetőségéről, illetve ami még nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy szintén nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az olimpiai programba került, az az FIA-val közösen fejlesztett büntetési rendszer, ami integrálva van a játékban. Ez a büntetési rendszer az, ami teljesen átláthatóvá és kontrollálhatóvá teszi a játékot kompetitív módban. Az az igazság, hogy szerencsénk van olyan szempontból, hogy van két nagyon pozitív példánk, ugye a két Norvi, a Mihelis Norvi és a Kis Norvi, akik a szimulátor bajnokságból nőtték ki magukat ugye az igazi versenyligába, és ugye jelenleg is meg tudják mutatni, hogy a szimulátor bajnokságban ott esetben nem is verhetetlenek, mert azért a ifjú titánok ugye a nyomukban loholnak, de azért meg tudnak szorongatni még mai napig bárkit, úgyhogy az igazi versenyfején pedig világbajnokokról beszélhetünk. Nekünk az lenne a célunk, hogy minél inkább azt lássuk, hogy a versenypályán történő reakcióidők, azok teljesen hasonlatosak ahhoz, ahogy az e-sportban manapság már látjuk. De mégiscsak legalább arra már alkalmas lehet ez a merítés, hogy ezeket a játékosokat beültessük egy mondjuk egy Hungaroringen tervezett igazi körös versenyautóban, és ott már ki fog jönni az a lehetőség, vagy éppen a különbség, ami azt adhatja, hogy valakivel érdemes tovább menni az igazi versenyautós feelingben, van akivel meg egyébként maradunk a szimulátor bajnokság szintjén. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól megkapta az olimpiai licencet a Gran Turismo e-sport játék. Így a történelemnek lehettek szem- és fültanúi, akik követték az Olympic Virtual Series versenyeit. Ez volt az első alkalom, hogy magyar e-sportolónak szurkolhattunk az olimpiához közvetlenül kapcsolódó eseményen, ugyanis Blazsán Patrik bejutott a világ legjobb pilótáit felvonultató döntőbe. Az olimpiai finálét 2021. június 23-án rendezték meg. A digitális sport kulcsfontosságú szempont, a NOB reméli, hogy bevonza a fiatalabb rajongókat és versenyzőket. A Gran Turismo olimpiai programba való felvétele nem csak az e-sport vonalat képviseli, ugyanis a motorsport nem része az olimpiáknak, bár nem hivatalos minőségében része volt az 1900-as párizsi nyári olimpiának. Így ez a motorsport, mint olimpiai esemény debütálása is egyben, ami szintén mérföldkőnek számít. Blazsán on the outside, Hizels driving in there as well, side by side with Miyazono is this contact, and somehow Baptiste Beauvoir wins race 2 of the Olympic Virtual Series Motorsport event. Blazsán comes home second, Miyazono in third. Blazsán Patrik élete első olimpiai döntőjében rögtön a negyedik helyig száguldott előre, amivel beírta magát az e-sportok történelem könyvébe. Az olimpiai döntő újfent igazolta a versenyképes, magas színvonalú játék létjogosultságát, amivel sporttörténelmet írt a Polyphony Digital Játék Stúdió. Ismét egy új csapat ülhetett fel a KNHM-nebb Rainbow Six Siege trónjára. Véget ért a második ligajáték rájátszása. Ahogy látom, 3-4-je van még például az IAS-nak, úgyhogy igazából lesz semmi megoldhatatlan probléma. A League of Legends után lezárultak a Rainbow Six Siege küzdelmei is a KNH Magyar Nemzeti Esport Bajnokság harmadik évadában. A High Coast, Nice Gaming, Wild Multi Gaming, Illés Akadémia Spirit Quartet először az elődöntőkben csapott a billentyűk közé. A HC a Vártnál nehezebben tudta beverekedni magát a fináléba, az N6 és a Wild három pályán döntötte el a továbbjutás sorsát. A bronz mérkőzésen az IAS és az N6 ütközött meg, a valaha volt leghosszabb magyar Rainbow Six Siege párharcban öt pályán izgulhatták végig az eseményeket a lelkes nézők. Végül óriási clutch játékok után a Nice Gaming játékosai örülhettek, az ő nyakukba akasztották a virtuális bronzérmet. A három győzelemig tartó döntőszéria első két felvonásában hosszabbítás döntött, azonban mindig a Wild húzta a rövidebbet, hiába voltak többször meccspontjaik. A harmadik pályára elfáradtak a vadak, 7-0-es kiütéssel zárta le a BO5-ös párharcot a KNHM-nebb Rainbow Six Siege legújabb bajnoka, a High Coast eSports. Egy ilyen meccs után főleg nagyon-nagyon jól érzem magam. Hát még az lett volna extra, hogyha Allanon tudtuk volna lejátszani azt az egészet.
ezt oda tudom adni, hogyha érdekes. Nem kell teljesen izomból szakítani. Ja, akkor fel kicsi, csak nyugodtan, csak ez női méret, úgyhogy... Olyan vékony forma, hogy rám azt rám ne kell is.